Nagyjából ugyanazon az útvonalon indulunk el az idei évben is, mint az előző években. Van egy bevált, egy sok évtizedes útvonal, amit a szüreti felvonulások alkalmával megteszünk. Igyekszünk minden utcába megfordulni, a forgalmasabb útkereszteződésekben. Nagyon sokan várnak bennünket, ilyenkor a délután folyamán biztosan az óvoda környékén vagy a futballpálya melletti útkereszteződésnél sok látogató lesz, aki csak azért látogat el ide Dabasszőlőbe, hogy megtekintse a szüreti felvonulást, és esetleg egyet táncoljon ott a résztvevőkkel. Tehát ugyanezen az útvonalon fogunk haladni az idei évben, és minél több utcát érintve, hogy minél többen láthassák a felvonulókat, lovasokat, néptáncosokat, csoportokat, akik ide érkeznek hozzánk erre a szép napra. Tudod-e, hogy nagyjából hány kocsi lesz, hányan fogjátok körbejárni itt a falut? Ahogy a héten előzetesen egyeztettünk, nagyjából 25 kocsit számoltunk, tehát 25-30 kocsira számoltunk. De hát az előző évek tapasztalata az, hogy sokkal többen is összejönnek, mint amire számítunk. Bízunk benne, idén is ugyanúgy lesz, hogy legalább 25-30 kocsi, illetve mellette egy-két betyár is, és sok-sok szép ruhába öltözött felvonuló részt vesz a felvonulásunkon. Ki lett az idei bíró és bíróné? Nem változtattunk. Ez most már a 9. év, hogy a Mészáros házaspár felvállalta 9 évvel ezelőtt, amikor első alkalommal szerveztem Dabasszőlőben szüreti felvonulást, a bíró-bíróné feladatát. Azt gondolom, hogy előzőleg is a korábbi években elmondtam, ők egy olyan köztiszteletben álló helyi házaspár, akik mindketten innen is származnak, tehát erős szálakkal kötődnek ide a faluhoz, akikre mindenki nagy tisztelettel néz föl, és a koruk ellenére, mert hogy ők már mindketten 60 éven fölül vannak, vállalják ezt a szép feladatot, ezt a szép kihívást, és igyekeznek mindenütt legjobb tudásuknak megfelelően a feladatnak eleget tenni. Mondhatom azt, hogy az elmúlt években egy olyan nagyon rutinos párossá váltak ők,
akik minden egyes helyszínen házigazdaként köszöntik a vendégeket, igyekeznek mindenkire odafigyelni, kocsisokra, táncosokra, mindenkire, és azokra, akik kínálnak és készülnek, ugye, hogy fogadják a vendéglátással a szüreti felvonulókat, őket is mindig köszöntik, illetve hát egy-egy táncra be is invitálják a körbe. Különleges alkalom, szőlősi szüreti, mivel készültek a mai napra? Hát szlovák énekeket énekenünk, magyarul, szlovákul, meg persze táncolunk, mert azt nagyon szeretünk táncolni, amikor már megszólal a zenekar. És igyekeztünk, és hál' Istennek minden éve itt vagyunk, és nagy örömmel jövünk. Hát ez most már a 9. alkalom, 9 éve rendeznek itt szőlőben szüretit. Mik a tapasztalatok, milyenek a vendégvárok, mennyire jó itt szőlőben a hangulat? Hát nagyon aranyosak, nagyon jó kedvűek nyilvánvaló, meg nagyon ember szeretők. Na, azért jövünk ide, és örömmel jövünk ide. Más ez a szüreti, mint mondjuk a sári vagy a gyóni? Szerintem nem. Mindenhol aranyosak az emberek. Kedvesek, meg tényleg. Az ember örömmel jön ide, ahol örömmel látják az embert nyilvánvaló. Na és milyen a helyi bor, ha már szőlősi szüreti, akkor milyen a bor, milyen a szőlő? Hát azt nem tudom. Az majd kiderül, ha iszunk belőle. Thank you.
városi szüreti felvonulás. Ez mindig csodás, nagyon várjuk, készülünk rá, őszintén tiszta szívvel, és boldogok vagyunk, hogy lehetünk. Lehet itt irányítani a népet? Hallgatnak a bíró szavára? Hát valamelyest igen. Nem 100%-osan, de hát azért a 85-öt elértem még idáig minden évben. Milyen itt a hangulat, milyenek az emberek? Hát hiszen most is nagyon sokan vannak. Hát nagyon szépen köszönöm a kérdését, de én úgy érzem, hogy itt az itteni emberek örülnek annak, hogy élnek, és itt tudnak élni köztünk. Jó itt a hangulat a faluban? Jó itt élni szőlőben? Hát úgy néz ki, hogy igen, mert szaporodunk, hála Istennek, amilyen kevesen voltunk, most egyre jobban szaporodunk. Jönnek városból, Dabasról, kitelepülnek, úgyhogy örülünk neki, hogy fejlődik ezek is. Ja, nagyon sok a fiatal, táncolni tudnak-e? Hát igen, mulatni szeretnek, és nagyon-nagyon jól tudják magukat érezni, úgyhogy mi boldogok vagyunk, hogy a sok fiatal körülöttünk van. És akkor dezsődött. Én meg fejted, amúgy meg fali vagyunk. Ó, végre. Jó. Már lehagytak minket. Nem érdekes, majd mindjárt utóérjük. Mindjárt itt a kanyarba. Hát megint a rúk esne. Mit? Majd ki. Majd a jobb rúk esne.
Thank you.
még nem álltunk az utakat a földeken. Nem szeretem még a külön utakon járni. Mindig bel! Okay.